Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, örülök, hogy itt vagytok, tényleg nagy boldogság van a szívemben. Nekem ez a gyümölcs, mikor látlak benneteket, és ezen az úton haladtok. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik követik a tanításokat, és azt szoktam mondani, mindenki nyissa ki a szíve ajtaját, hogy oda be tudjon az ige menni, és tudjon munkálkodni. Aztán majd ő elvégzi a munkáját, mert nehogy te azt gondolod, hogy te testből fogsz tudni ellenállni az ördögnek. Ez folyamatosan halálra van ítélve. Most olyan igék fognak itt felmerülni, ami tényleg helyre teszi, meg az ördög hogy tud munkálkodni, meg nem tetszik az Úrnak, és így tovább. De a kitartóak legyetek, ez lesz egy körülbelül 2-3 tanítás, vagy akár 4, meg nem tudom ezt előre. De utána fog jönni olyan tanítássorozat, ami megadja a kulcsot, hogy milyen könnyű az ördögöt legyőzni. Mert hogy nem is neked kell legyőzni, csak ennyit mondok. És ez tanításokkal lesz alá támasztva, és dicsőség az Úrnak. Még nagyobb, sokkal nagyobb boldogság van az én szívemben, mint az előtt is volt. De most még nagyobb van, mert az Úr jól mondja, ha kinyitom az elméteket, hogy értsétek a Szentírást. Az Úr nyitott megint rajtam valamit, dicsőség Istennek, és olyan boldogság van, alig várom, hogy már azt is át tudjam adni nektek, hogy milyen egyszerű az ördögöt legyőzni. Nagyon egyszerű. Ezt az Úr elvégzi. Úgyhogy majd fog jönni ez a tanítás és kitartással. Legyetek a mai napon, ugye ezt a címet adtok, ne idomulj e világhoz. De az első igét avval kezdem, a Lukács 8. fejezet 20-21-es igeverse. Kik az én testvéreim? Itt ez a kulcs, itt is megadja a kulcsot. 8. fejezet 20-21-es igevers. Hangsúlyozom nektek, Vida Sándor az eredeti görög fordításból olvasom. Szóval ne lepődjetek meg, olyat hallotok, amely a Károliban nem úgy van írva. Mert sajnos nem hithűje van visszaadva. Hírül adták pedig neki, atyád, testvéreid, kün állnak, látni akarnak téged. Megszólal Jézus. Ő pedig ezt válaszolta nekik, anyám. Testvéreim, ezek, akik az Isten igéjét, szavát hallgatják, és megteszik. Kicsit más, mint a Károlyi Gáspár fordítás, mert ő azt írja, hogy azok az én testvéreim, akik itt vannak. Na, az, hogy itt vannak ücsörögnek, az egy dolog. Hanem az igéjét megtartják, és megcselekszik. Jézusnak ez a testvére. Szóval meg kell tartanod, és megcselekedni. Nem csak ott tücsörögni, azt akkor már testvére vagy. Ez a Károlyi Gáspár. De az eredeti fordítás itt van. Amiket ugye már mondtam többször is, hogy több helyen le tudom ellenőrizni, Csillagos fordításból, és van nekem ilyen eredeti görög konkordáció, ami 20 évvel ezelőtt fordították le Németországban. Szuper jó. Teljes görög dolog. És akkor én ennek végül plusz le is ellenőrzöm, azt mikor ilyeneket olvasok, hogy belülünk ugyanazok. Ennyivel más. Menjünk tovább, testvéreim. Római levél 2.27. Nem folytatjuk ezeket az igéket. Római levél 2.27-től 29-ig fogom elolvasni. 27-től 29-ig. Olvasom, kedves testvéreim. És a természet szerinti körülmetéletlen, aki a törvényt betölti. Megítél téged, aki az írás és a körülmetelkedés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az a zsidó, aki látszatra, és nem az a körülmetelség, ami külsőleg, szemmel láthatólag hústesten van, hanem aki a rejtett mi voltában titkos belsejében zsidó a szív körülmetélése, a szellemben nem betű szerint, akinek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Szóval a körülmetélés szellembe kell, hogy körülmetéld azt a hús kemény szívedet. Szellemben. El a körülmetélés. És ezen neked is munkálkodnok, neked csak egyszerű a helyzet ellenek van. Ma jön a kulcs, az Úr elvégez mindent. Te nem akarja, hogy pokolba végezzed.
Nem örül ám. Azt mondja a Dúr, ő nem örül az ember halálának. S aki visszamegy az ebben a lokádékára, jó, akit már hagymálás hagyhatna lehetetlen, teljesen visszafordult. De az Úr mindent elkövet, hogy visszatereljen téged ezzel a szükkeskegy útra, hogy én szoktam mondani, visszarugdossam. Vagy a bódesi bottal visszaverjem. Hogy a ticsőség az Úrnak. Testvérem, Róma, 6. fejezet, római levél, 1-től 2-ig, 1-es-2-esig a verset fogom. Ami ezt mondja. Mit mondjuk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem bőségben legyen? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűn számára, hogyan élhetnénk tovább benne? Ha hogyan élhetnél tovább benne, hát ha egyszer meghaltál? Egy kulcsigét az elmondok, mikor ezt mondja. Úr Jézus Krisztus sebeiben meghaltunk. Ez a kulcsige, testvére. Már egyik kulcsige vagy, ami ezek után jön tanítani. Milyen egyszerű lesz az ellenállás. De azt el ne felejtsétek, van egy olyan ige, ezt az Úr fölhozta, hogy most mondja, itt nem volt kiírva, nekem most hozta föl. Aki testben szenved, bűneitől megszabadul. Szóval jó a testi szenvedés. Isten nem véletlenül engedi az ördög. Na menjél most már, zúdíts őtet, sántíts le őtet. Tanuljon. És ez tényleg így van. Isten engedi, nem ő küldi rád a dördögöt, ezt felejtsd el, hanem te kinyitod az ajtót, hogy nem kell a Úrnak küldeni. De mikor jön a szenvedés, akár a lábaddal, vagy kezedbe, és itt tovább, akkor tudd az, hogy az ördög végzi azt, Isten megengedi. Na szenvedjél, csak míg addig még meg nem törötted. Aztán majd jön attól még keményebb helyzet is. Mert aki egyszer megfogta az ökörszarvát, igaz? Ismeritek az igét? Hát, ha nem tekint. Vissza nem fordulsz. Az nem alkalmas egy hozzám. És Isten nem akarja. Téged nem azért rántott ki e világ, majdnem csúnyát mondtam, szennyéből, hogy utána visszafordulja. Sokkal jobban szeret. Életét adta, érted? Milyen értékes vagy, gondolj te abba bele. Dicsőség Istennek. Római levél, 7. fejezet. 4-től 7-ig olvasom fel, ami ezt mondja testvérem. Éppen így, testvérek, ti is meghaltatok a törvénynek, ho? Ma mondja is. Krisztus teste által. Meg kell, hogy halljál. Itt az a baj, hogy mindig ágaskodik a ótest. Ahol van neked tartod, nem a szomszéddal, az ótest. Ez az ego. A megszokott sok buta cselekedeteink, meg akár beszédeink, ugye, és ezáltal az ördög jogalapot nyert, hogy ismét életre keljen a te életedbe. Figyelj csak. Hogy másé legyetek? Az, hogy a Krisztus teste által, hogy másé legyetek? Azért, aki a halottak közül életre kell, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Ő halottak közül életre kell. Te is. Neked is életre kell kelni. Mert amikor hústestben voltunk, múlt időben mondja Pál apostol, bűnösök. Bűnöknek a törvény által fölébresztett szenvedélyei működtek a tagjaimban. Igen, a bűnök. Mikor nem voltunk az Úrnál, mi minden bűnt elkövettek, még csak nem is éreztük bűnnek, csak csináltuk. Mert tudatlanak voltunk. E világ Istenének a vezetési alatt voltunk teljes mértékben. De ugye mi már szánkkal szabad akaratba behívtuk az Urat. Örömes stallig várja, hát ott írja az igaz, szóval ott zörgetek a szíved ajtajára, engedj be! De mindenkit meg akarna menteni, hát a vérét nem csak mi érettünk, ott adta ki, hanem mindenki. Amen. Hogy gyümölcsöt éleljetek, hozzatok a halálnak. És az a gyümölcsük a halál győzött lefelé. S te már tudomásul veszed azt, hogy az le is van győzve. Neked csak ki kell mondani.
Most lesz a sok jó tanítás, ugye Elizeus is ugye a szolgája ott csígdogált. Itt van a sok ellenség, körbevet bennünket. Elizeus meg anyagodta. Uram, nyisd már meg a szellemi látását neki. Elmondja, megnyitotta. És akkor haladt oda, Elizeus, jó, hát azt mondja, sokkal többen vagyunk. Kétszer annyian tüzes katonák vették körbe. Elizeus, Isten elintézte a harcot. Nem te intézed a harcot, itted a kulcs. Nem te. Ha te akarod, lépte nyomon, meg fogsz bukni. Figyelj, menjünk tovább. De most mentesültünk, felszabadultunk a törvény hatája alól, mert meghaltunk annak, ami fogva tartott minket. Mert Zsidó 9.15 lényege Úr Jézus Krisztus fölvitte az első szövetség bűneit. Kész. Felejtősen. Akkor te ne engedd vissza, hogy ez a... nem akarok már csúnyát mondani el az ördögre. Majdnem kimondtam. Fölháborító ez az ördög, mit csinál? Már halálra vitt tégedet, és én meg föléleszti. A ó testedet. Nem engedheted. Figyeld. Fogva tartott minket úgy, hogy új szellemben, a szellem újságában rabszolgálunk, szellembe. Új emberek vagyunk. Nem a ó, itt írja is mindjárt. Nem a betű régiségében. Megszűnt. Szerint, mint a régiekben volt. Szóval nem a betű óságában szolgálsz te. Szent szellem van itt. Száddal megvalódott, beköltözik. Csak ne légy hitetlen. Az ördögnek a nagy fegyvere. Hát hite vagy áll. Hiszem is, meg nem is. Ugye múltkor volt elő, szóval mikor, hogy csak beszéltünk. Hát az a kettő benned van, akkor még a hitetlenség győz. Hiszed, de mégsem. Hetes ige vers. Mint mondtuk tehát, a törvény bűn, szó sincs róla, hanem bűn csak a törvény által ismertem meg. Mert a kívánság nem vált volna, hanem tudatomnál, ha a törvény nem mondaná neki kívánt. Itt kezdődik a bűn. Beengedem. Mit mond az ige? Igaz, a rossz gondolatot csípd el az elmébe, veski. De az tényleg veski, onnét ne kaladozzá el. És akkor jön a kívánság, puff, kész, már élesztett fel a ótestet. Ami már rég halálra lett véve. Tehát akkor Jézus minek dolgozott? Igaz? Menjünk tovább, testvére. Halleluja. Ez volt a római 7.4.7, most jön a római 12.1.2. 12. fejezet, első, második igevers. Írom, olvasom. Kérlek titeket, testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára, élő, szent és neki tetsző áldozatul. El legyen a ti észszerű, igeszerű Isten tiszteletetek. Átadod a testedet. Nem magad éved, csak onnét veszed azt a bátorságot, te döntöd el, hogy mit akarsz csinálni, miközben Úr Jézus Krisztus megváltott tégedet, és az igenysége, te megváltott vagy, az Úré vagy. Nem a magad éved. Ha mi magunk döntjük el, akkor lázadásban vagyunk keményen. Akkor aztán imádkozhat reggeltől estig, mikor az Úr ellened áll, nem tud segíteni, hiszen ellened áll. Miért áll ellened mindjárt elején, hogy ne távolodjál el annyira, mint a Saul, hogy a Szent Szellem is ott hagyta. Ezért áll ellened. Mert Úr Jézus Krisztus ezért ontotta ki a vérét, hogy megmentsen tégedet. Nem azért, hogy téged az ördög elvigyen, mint a Sault is, vagy a Sámsont is, tudjátok. Azt is úgy ott hagyta a Szent Szellem, hogy észre se vette. Nem veszi észre ám, hát ő nem vette észre a komoly elhívott, más se veszi észre, az is az Úrban van, és közben testi cselekedett izzadságból igyekszik úgy csinálni, de közben már test is föl van élesztve, az ótest. És közben a bűnök is ott vannak az életében. Közben az Úr már nincs is veled, de minden te követ, hogy visszaláncson téged erre a szükkeskedjük. Ez volt az első igevers, ez észszerű Isten tiszteletetek ez legyen, második igevers, és nehogy hozzá idomuljatok ehhez a világkorszakhoz.
felejtsd el ezt a evilágot. Amit ad nyújt neked, felejtsd el. Bajba vagy, ha neked az is tetszik. Akkor már kettős lelkű vagy. Akkor már két színűségből tudod az Isten tiszteletet is eljátszani. E világ is tetszik neked. Felejtsd el, hát le van írva. Ha nem, gondolkodásmódotok megújulása alakuljon át. Más legyen a te gondolatod. Minden kezdjél leépíteni, ami e világ dolgai. Ahhoz, hogy neked tuti legyél, és a béke és szeretet tudjon a te szívedbe fölnövekedni. És tudván tud, már itt a földön boldogság legyen benned, én a mennybe fogok menni. Ezt már most kell tudnod, nem ott a lemeg szidrizi, hogy mikor van úr, vajon föl leszek, nem leszek, mi lesz velem. Hát ez a kétek kettőség, ezt is az ördög csinálja. Mert van a világi félelem, ugye, meg a boldogtalanság, a buhalán lesz, le van írva. Mikor meg Isten félelem van benned, isteni szomorúság, az meg üdvösségre juttat. Nagyon nagy a különbség. Honnét jön ez a szomorúság? Olvasom talán. Hogy megvizsgáljátok, mi az Isten akarata, mi az, ami jó és kedves és tökéletes neki. Meg kell vizsgálnunk. Ha istenedünk a szánkkal, így uram, úgy istenem, így uram, úgy, át kell mondjuk magunkat. Halleluja. Dicsőség azoknak, kedves testvéreim. Következő igeversünk 13-14, 13-as fejezet, 14-es igeverse, olvasom. Hanem öltözzük fel Úr Jézus Krisztus hústett szándékát a bűnös kívánságra, nehogy megtegyétek. Szóval Úr Jézus Krisztus kell felöltöznünk, hogy a hústest kívánságát nehogy megtegyük. Ha hogy tudod ezt megcsinálni? Hát úgy, hogy Úr Jézus Krisztus öltözött föl, Úr Jézus Krisztus él a te szívedbe, és nem fogod megtenni a hústest kívánságát, mert akkor már elmondhatod, nagyobb az, aki bennem van. És le tudod győzni. És már egy gondolati szinten, mert itt a eredeti vida mindenhol azt mondja, hogy változtassátok meg a gondolkodásmódotokat, ez a megtérés. Másképp gondolkodva. Nem e világ szerint, hanem másképp. Ezt higgyétek, ebben nagyon sokat tud segíteni a bőt, és az Úr elé menni térden állva, hogy segítsen neked ebben. És ha téged megtörett padlót fogsz, azt nem fogod elfelejteni. Akit a Úr meglátogatott az ideig, mindig padlót fogott. Pál apostol is padlót fogott. Leesett a földre abban a pillanatban. Szóval az Úr, ha téged megéri, meglátogat, akkor azt a pad. De neked ezt kérned kell. Szóval a harc a mi egónk ellen megy mindig. Figyeld, 1 Korintus 15:34. 1 Korintus 15:34. Olvasom. Józanodjatok ki az igazságnak megfelelően. Az igazság egy igazság van, ez igen. Nincs más igazság. Ezt tudjuk mindjárt. Ahogy a János 14:6 leírja, út, az igazság és az élet csak Úr Jézus Krisztus. Nélküle nem került be az atyához. Úr Jézus, azt mondja az ige, Úr Jézus Krisztusban van az egész világ egyetem. Mert atyának így tetszett, ő belé helyezte. Kívüle semmi sincs. Csak Úr Jézus Krisztuson keresztül. Ő maga az igazság, igaz? És mit mond a szintén a János levelében mondja, az igazság szabaddá tesz. Magyarul Úr Jézus Krisztus, de az igenis kimondja, akit a fiú megszabadított valósággal, szabad. Amen. Fiú szabadít meg, nem a Tóth Tibor. Hát mi csak segítünk még a bűnmegvallása, itt a szabadító Úr Jézus Krisztus. Igazság az út. Egyetlen egy út van a szűk keskeny út, tudjátok minnyáján, igen kevesen ismerték meg a szűk keskeny útot, amely a mennyek országába vezet. Ez az út. Az igén keresztül. Ez a szűk keskeny út. Ez visz minket az atyához. Élet,
Úr Jézus Krisztus, nincs más bejelent. Aki e világban van, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, abban nincs élet. Figyeljetek, egy János mindenki ellenőriz, de lehet, hogy az igében is fogunk vele találkozni, de most följött, akkor most mondom. Egy János 5. fejezet 11-12-es igeverse egyértelműen leírja. Ha neked megvan Úr Jézus Krisztus a te életedbe, életed van. Akkor te már nyugodtan ugrándozhat, picskándozhat, tudod, hogy ott fel leszek. Halleluja, dicsőség Isten, mint ahogy Pál is tudta már magáról. De azt mondja az ige, ha nincs meg neked Úr Jézus Krisztus ott bent, halál. Élet sincs bent. Ezek nagyon komoly igék. Ezekről kell elmerkednünk, ami előre visz bennünket, és tudjuk azt, hogy mi van még a mi edényünkben. De Jézus Krisztus a szabadító. Dicsőség az Úrnak, igaz? Elolvastam. Egy Korintus. Egy János 11-12-nél volt. Egy Jánosnál. Igen. Nem, az csak Jánosnál. Nem, az csak Korintusnál. Egy Korintus 15-34. Ugyes, igen, azt mondja, józanodjatok ki az igazságnak megfelelően. És ne vétkezzetek, mert némelyeknek nincsen Isten ismeretük, ezért szólok, hogy megszégyenüljenek. Sok gyülekezetben Isten ismeret nincsen. El itt nem mondható el rólatok. Én nem teljesítatlak benneteket, hanem komoly eredelem. Jézus Krisztus szavaival. Ez ismeret, úgyhogy ismeritek az igét ti. Nem mondhatjátok, hogy nem, meg nem hallottunk róla. Sok esetben így vannak, és ilyen igéket persze olvasnak. Szeret az Úr, kész. Ez igaz, szeret az Úr. Üdvösségünk van, ez is igaz, csak nekünk olyan köszönet. Az már nem tetszik hozzá. Ez a meccs. Kedves testvérem az Úrban, akkor 1 Korintus 15-50-es ige verset fogunk beolvasni, ami ezt mondja, olvasom. Ezt pedig mondom, megállapítom testvérek, Pál apostol mondja a Korintusiak. Hogy 20 testvér Isten királyságát nem nyerheti sorsvészű. Esélyesíts a 20 testnek, hagyjad már. Testi kereszténynek Istennek semmi köze nincs hozzá. Meg lesz ítélve. A szentség teljes dolgokat testből meggyalázta. Meg lesz ítélve. Úgyhogy nehogy azt higgye a testi, jó, megyünk, evangélizálunk, ezt csinálunk, azt csináljuk, mindent csinálunk, Úr Jézus Krisztus nevében, mondják ők is ugyanúgy, és közben a pusztulást veszik magukra. A testi kereszténynek semmi köze Istenhez. Figyelj, olvasom tovább. Szóval hús testvér Isten királyságát nem nyerheti sorsrészül. Sem rondandóság, romolhatatlanságot. Nem nyerheti sorsrészül. Ami romlandó, ugye a test, tudjuk, majd megy ki a temetőbe, ott van az igaz ember is, meg a gaz ember is, a teste. Csak nem mindegy, hogy hol van a lelkünk. Lett, vagy fönt. Ugye 1 Péter 1.9 szépen leírja, de ő hithűségre jutott, hogy a lelked is üdvösséget nyerje. Kész. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ezeken elelmékedjünk. Ez a tanítás, meg sok más tanítás is, de ez aztán főképpen igényli az, hogy többször megnézve, igét elolvasva. Hogy ez beléd épüljön. Ez nem úgy van, csak egyszer halljuk, jó van és tudom. Az úgy kevés. Beléd kell, hogy ez épüljön oda a te szívedbe. És majd azt fogja elvégezni a munkát te helyetted. Elolvasod, beépülöd, hiszem Uram, segíts nekem, és így tovább. Másképp csak baj van. 2 Korintus 7.1. 7. fejezet első igeversét fogom felolvasni nektek. Csak meg kell találnom, megvan. Itt van a szemem előtt, azért nem láttam. Olvasom. Figyeljetek! Ilyen ígéreteink vannak tehát szeretteim,
tisztítsuk meg magunkat. Mert ígéret megvan. Meg kell, hogy teljesedje, meg kell, hogy tisztulj. Minden hús testi és szellemi beszennyeződéstől. A hús testi, amit a teste elkövet bűnöket, bálványimádás, magaduram, stb. Még parázdaság, nem sorolom a hosszú sok-sok bűn, de mind a test. De a szellembe is, mikor beszennyezted magad. Már gondolatban is ott vannak. Ez a bűn, az a bűn, amaz a bűn. Beszennyeződött a szellem is. És meg kell, hogy tisztuljon. Szellem is, és a test is, itt írja az ige. A beszennyedett Isten. Még egyszer. Na jó. Ilyen ígéretünk van tehát, szeretteim. Tisztítsuk meg magunkat minden hús, test és szellemi beszennyeződéstől. Vigyük véghez a megszentelődésünket. Te vized véghez. Nem az úr csak a nágyó. Persze, ő majd fog, ha te kéred és lássa te szívedet, hogy te tényleg akarod. Akkor csak lesel, mint a moziba. Hú, az úr ezt megoldotta. Én meg már évek óta itt görcsölök vele. És megoldja. A szívedet nézed, az urat meg becsapni nem tudod. Látja, mi van a szívedben. Akarod, nem akarod, vagy két színű vagy, vagy mit akarsz. Szóval, Isten félelem benned lemaradt a felolvasás. Ezt mind Isten félelemben tudod megtenni. Figyelj, ha nem féled az Urat, akkor nagyobb dolgot öltet, mint mikor nagyvilágú voltunk, vettünk, ittunk, paláználkodtunk, verekedtünk, orba csaptunk, mindent csináltunk, meg büszkék is voltunk magunkra, ilyen csötétségben voltam én. Nem tudom, sok más olyan volt, de én, ott bősége. És nézd meg, az Úr kihozott. Amikor az kezembe vetette a Szentírás, adott nekem olyan részéget a szívembe, hogy éjjel-nappal tanulmányozás. És akkor ugyanen keresztül tisztított is. Egy pár szót térdelottam, böjtöltem, és most ennek eredményeképpen állok itten. Amiről beszélek, azok ott már az Úr legyőzte bennem. Nem a Tóth TV. Nem én. Az Úr. De ehhez is a szívnek kell lenni. És tényleg ez komolyan mondom. A vágyódásomat csak az Úrral foglalatoskodjak. És nézd meg, mindig nyit szellemi nyitást. Mert majd ezek után, a tanítások után azt fog jönni, hogy milyen egyszerű a kulcs. Azt is átadja az Úr most már. Dicsőség neki, ne szenvedjetek a sokáig, de azt mondja, a hús test szenvedése az javulást hoz. Mert figyelj, ha fáj, ha vizéd, akkor előbb akarsz menekülni, már mindent elkövesz, már 8 más a gyógyszert bekaptál, a legjobb orvosoknál voltál, akit ajánlotta, még mindig fáj. Mert ugye, ha nem a gyógyszer, meg nem a doktorul a gyógyító, hanem az Úr. Ugye nem van írva 1 Péter 2:24-ben, ma meggyógyultál. Hát ha nem az Úrra van a baj, szeretem ő tégedet. Csak meg ott van a hit is, meg hiszem is, meg nem is. Mint ahogy az igéből múltkor elhangzott. Hiszem is, meg nem is, Uram! Bocsáss meg a hitetlenségemet. Hát a kettő ott van, mindig győz a hitetlenség. Mert ők sokan vannak. Ezt beengedted már, ez viszi be a légiót. De hogy azt itt csak egy démont engedsz be. Emberekben légióban. Az 2000. Tudjuk az igéből, mikor a disznók beugrottak, 2000 beugrott. Leírja az Szentírás. Gondolod, ennyi démon egy ember. És te akarod azt legyőzni. Felejtsd el. Te nem is tudod sose legyőzni. De az Úr igen. Megvan a kulcs, dicsőség neki. Szóval még egyszer ezt elolvasom. Ilyen ígéreteink vannak tehát, szeretteim. Tisztítsuk meg magunkat minden hústesti, szellemi beszennyedezéstől. Vigyük véghez a megszentelődésünket Isten félelemben, mert csak így tudod végezni. Féled az Urat. Ha eljutsz odáig, hogy már Isten félelem jön rád, az jó. Mert ha abszolút nincsen, hallod, két lábba tiporod az Urat, meg Isten félelem sem sincs. Ha meg sem elnéd ad tenni. De szerintem majd ez az ige is fog jönni, vagy ebbe, vagy a következő tanításba. Galata 5:16-26, itt a fősorolja az összes bűnt. A Galata. Én levél. Felolvasom, 16-26.
Igen. Olvasom. Mondom pedig, szellemben járjatok, a hús test kívánságait, gerjedelmeit egyáltalán ne vigyétek véghez. Mikor fölgerjed? Férfi a nőre, vagy éppen az italra, most nem soroljuk, itt pősorolja, már mindjárt, igen. Mert hús test arra vágyik, ami a szellem ellenérte van. Szellem, mert megy szembe. Mert a Pál apostol is mondja, ugye még tusakodásai volt, szellemben jó a törvény, tudom, de a testemben, a zsigereimben benne van a bűn, és azt cselekszem. Na de mi ne így legyünk, így van sok keresztény 20-30-40 éve keresztül. Ez már baj. Pál apostol is csak egy időszak volt ez neki, míg rá nem jött, majd lesz a következő tanulás. Mi az igazi felszabadulás? Van a szellem pedig hústest ellen, mert ezek egymással ellenkeznek, ellentétben állnak, hogy ne azokat tegyék, amiket akartok. Szóval az ördög, aki benn van a testben, az azt ellenáll, hiába tudod te az igét, azt szeretnéd cselekedni, mégse nem azt cselekszed, mert győz az ellenség. Egyben teljes mértékben, hogy az előző igében elhangzott, meg kell tisztítani a szellemünket is, lelkünket is. Másképp nem tudsz előre lépni. Csak helybe jársz, megbotlasz, jön az ördög, lakozás lesz a te szívedbe, és az sok-sok mindenféle kívánalmak, különböző gyötrelmeket viszi be a te életedbe. És szenvedsz. És sokan oda jutottak, hogy hát ő befejezi. Ez a Eva visszamegy az OKDK-ra, amikor már magában, nekem ebből elegem van. Nem, megvan a kulcs a Szentírásban. Isten nem akarja, hogy elveszél. Hát hiszen nem azért küldte Úr Jézus Krisztus. Mindenkit szeret tényleg. Hogy mondják a kegyelmesek, szeret az Úr, ez igaz is. Azt mondja a 18-as igevers. Ha pedig szellem vezet titeket, nem hagytok a törvény alatt. Nem van a törvény alatt. Le van győzve. Szent Szellem által le van győzve a törvény. Mert az is törvény volt, majd ez a... mikor jön a kulcs, hogy hogyan szabadulunk meg. Az is törvény volt, hogy a bűn törvénye. Le van írva. De a Szent Szellem is egy törvény. És a törvényt is csak a törvény tudja legyőzni, nem te. Sem én. Ezt vegyétek tudomásul. Tudom, hogy ez most egy új keletű valami, de majd mikor azokat az igék jönnek, fogjátok teljesen érteni, és föl fogtok szabadulni a győzelemre. Dicsőség Istennek. Dicsőség. Mert itt megy a nagy harc. Te soha nem fogod legyőzni a te testeddel. Sose. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene állni, de pont ez. De neked csak ennyi a feladatod. Ha meglássátok ilyet. Jó? Nem is akarjátok elhinni, hogy mennyire igaz. Halleluja, dicsőség az Úré! Szóval azt mondja, a szellem mellett titeket nem vagytok a törvény alatt. Nyilvánvaló pedig a hústest munkái, ilyenfélék cédaság, parádnaság, tisztátalanság, kicsapongások, ital, stb. Dörzsölések, bálványimádás, varázslás, bűbájosság, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, veszekedés, nézeteltérések, szakadások, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, dőzsölés. Ezek lesz hasonló, amelyekről előre mondom néktek. Mint hogy előre meg is mondtam, szóval a Pál apostol erről többször is beszélt a galatáknak. Hogy akik ilyeneket tesznek, Isten királyságának nem lesz neve sorsőzői. Még véletlenül sincs esély arra, hogy a mennyországban legyen. És ezt tette nem tud legyőzni, hanem az Úr már legyőzte, megelőlegezte. Milyen jó, már le van győzve egyébként. Figyelj, 22-es igevers. Szellem gyümölcsei pedig szeretet, öröm,
Hát otthon is a feleségeddel szemben. Fordítva a feleségeknek is a férjükhöz, ugye? Legyenek alázattal a férjükhöz. Öröm, békesség. Ez otthon is, mikor nem látnak, akkor is tud törülni. Tényleg így van. De csak az Úrnak. Hosszú tűrés, kedvesség, jóság, hitűség. Még Úr Jézus Krisztus nem költözik be, ezeket nem nyomtak ki az életünkbe, addig csak igyekszünk ezt megjátszani. Addig csak meg van játszani. Ez az, rágyom meg az Úr, rágyom azt, amikor az igazságot rácsodított. Na mindjárt, hát ugye, mivel Isten tiszteleten vagyunk, azért mindjárt nem döfi beléd a kést, de már gondolatok elindultak. És akkor az ember testi és szellemi, tudom, hogy így van, mert azt már mondtam nektek, akkor egy pásztor elkezdte mondogatni, azt mondt rólam szót, belülről éreztem, kezdek besértődni. De mivel tudtam azt, hogy ezt meg kell kötődni, ki kell vetni, ezt meg is cselekedtem, és a végére ért megölelgettem, mert más szemüveggel néztem mindjárt, mondom, tényleg milyen igaza van, mert meg kell szabadulnom. És meg tudtam ölelgetni. Pedig megdolgált engem. Nem is az én pásztorom volt, ez egy pásztor volt. De jót tett velem. Mondta, Tibor, ebből még ki kell gyógyulni. Ilyen finoman fogalmazott, nem az én tírusom volt, hogy na rátoljuk, hanem úgy finoman tolta rá. De ugyanaz volt az értéke. És hasznos volt. Akkor tudod értékelni, amikor megfenyik. Tudod, ki dorgál meg tégedet? Aki szeret. És az a pásztor, ha szeret tégedet, tényleg nem letolja a fejed, mit van, mit csinálsz, hát az önöke vele? Vagyunk sokan még, tehát van itt nekem elég feladat, érted? Ezek a pásztorok nem. De aki szívén hurcol, aki tudja azt, hogy téged oda kell vezetni, ahol én vagyok, mert ő csak oda tud vezetni. És csak annyi bölcsességet tud adni, amennyit már az Úr megteremtette. Sikrával se többet. Csak azt, ami van bennem. És amit szellemi fejlődésen visz keresztül engemet az Úr, én adom keresztül kell, hogy tudjanak benneteket úgy tovább vinni. És így fogjuk az Urat meglátni. Szóval olvasom tovább, ha is hagytuk annak. Szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, kedvesség, jóság, hithűség. Hithűség, figyelj, el ne felejtsd. Nem csak hitta, hogy a Károly írja, hűség. Bármi történik veled, hűséges leszel továbbra is Istenhez. Amen. Ez a hithűség. Dicsős Isten. Szerítség, önuralom, önfegyelem. Saját magadat, ugye nem kellhetsz ki magadból, valaki az igazságot rátolja és főháborod. Ne érdekel, hogy lássa, ki lássa, ki nem lássa, mi is a kóta van a magadért. Akkor hol van ez a szerítség, önuralom? Ha fogd már vissza magad, ember. Ha nem a kocsmában vagy. Hát ottan ilyenek, tök felhangottak, tudtam, mert én az egy kocsmában járó ember voltam. És a verekedés az úgy kezdődött, hogy az is visszaadta. A kedves testvéreim, szellem gyümölcsei. Szerítség, önuralom, önfegyelem. Na most figyelj. Ilyenek ellen nincs törvény. Mit jelent nekünk ez az ige? Mindaddig mi nem jutunk el ide Istenem, mert csak Istenet tudsz ide eljutni, ahol a te Istened, de mindaddig a törvény alatt vagyunk. Na ez azoknak szól javarészt, akik jönnek de a szeretadó úr, meg a üdvösségünk van, tényleg üdvösség ingyen van, de azt el is kell érni. Most aztán igen keresztül láthatjuk azért, mi mindent azért nekünk is kell azért tenni nyilvánvalóan. De nekünk ezt már elég a szívedbe megteszed, az Úr fogja végrehajtani, nem te! Nagy a különbség. Szóval azt mondja, ilyenek ellen nincs törvény, kiléptél a törvény alól. Szeretettel, két fő törvényt hozott az Úr, igaz? Szeresd a te Istenedet tiszta szívedből, erődből, és szeresd vele barátodat úgy, mint önmagadat. Ha ezt megteszed, betöltötted a törvényt. Nem vagy a bűntörvény alatt. Komoly, ezt nagyon vésétek be, hogy ez így működik. Akik pedig Krisztus Jézusé, a hústett
testet keretre vezítették. Hagyjuk már ezt a testet, nem az dirigál. Az a pokolba visz minket. Szenvedélyeivel, kívánságaival együtt. Mert ugye tudjuk, a Pál apostol mondja a korintusokban, ne kívándul, nem tudtam, hogy bűn. Ott kezdődik a bűn. Már ott el kell csípni. Ez a szellemi harc. Hogy már ott elcsíped. Ha szellem számára élünk, szellemnek megfelelően viselkedjünk. Kövessük a Szent Szellem utasításait. Akkor követni kell az Urat. Nem te találod ki, mit akarsz, mit hagyod, minek. Hát ez felejtsd már, hát nem a magadé vagy. Ha fel kell itt ébredni, az egy kemény lázadás. Ha én magamé vagyok, dehogy vagyok a magamé. Figyeld, ne legyünk üres dicsőségre vágyók. Ó, de jó, Motti van ez a tanítás, jó, és akkor az egó növekszik. Az semmi nem tőlem, na úratta. Hát én csak továbbadom nektek. Na, halleluja. Szóval, ne legyünk üres dicsőségvágyók, egymással szemben kihívók. Egymással irigykedők. Amen, halleluja, tudtok rá mondani. 2 Korintus 5.15. Hú, de csak az Úrnak. 2 Korintus 5. fejezet 15-ös ige verseit olvasom föl, kedves testvérem az Úrban. Olvasom. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek. Nem a magadé vagy, drágáim. Nem magadnak egy lázadás. Hanem annak, aki értük, meghalt. Ez úgy Jézus Krisztusról élt, neki kell, hogy éljél. És életre kelt. Ez úgy Jézus Krisztusról. Nem a magadé vagy, ezt vésd a szívedbe. Honnét veszette azt a bátorságot, hogy mész szembe Istenne? Honnét, hogy az ördög van benned. Az ilyen bátor. Az megy szembe az Istennel, és Isten gyermekeivel is. Aki elindul ezen az úton, az ördög ezen asztalba megy rád. Amit meg is tapasztaltatok. Mikor hoztál egy döntést, számban meg is vallottad, na én a szükkesken úton haladok, jön a támadás, igaz? De a kulcs is fog jönni. Ezt mind az Úr fogja legyőzni. Nem, neked kell. Az nem azt jelenti, hogy engedjél a kísértésnek. Hát én nem ezt mondtam, vigyázz. Azt mondja, 2 Korintus 11.4. 2 Korintus 11-es fejezet 4-es ige versét olvasom. Mert ha valaki jön, és más Jézust hirdet, ebből sokan vannak, más Jézust hirdetnek, akit mi nem hirdetünk, vagy másféle szellemet kaptatok? Szóval amikor más tanítás van, meg kegyelem tanítás, meg ilyen, meg nem kell vele törődni, meg ez károktató beszédek, amik itt elhangzottak, ez más szellemet veszel. Más szellemet. Más szellemet kaptatok, mint amit kaptatok, vagy másféle örömhírt, amilyet nem fogadtatok be, szépen elviselnétek a más örömhírt. Ó, figyelj, Úr, elvégzett mindent a kereszten, már előre a te bűnödeit is, korona el van készítve, oda megyünk föl, az Úr mindent elvégzett, dőj hátra. Még a hónapi bűnt, amit elkövetsz, azt is. Na, ez egy más igényültetés. És ez nem így van. Ebben van egy fél igazság. De nem teljes igazság. Máté 7.13.14. Máté, 7. fejezet, 13-as, 14-es ige verset fogunk felolvasni. Nektek, halleluja, 7-13 olvasom. Menjetek be a szűk kapu, mert tágas az a kapu, széles az az út, romlásba visz. Széles út, romlás, puttulat. Sokan vannak, akik azon mennek be. Itt vannak a többség. Azon mennek be, a téves kapu. 14-es igeves. Szűk a kapu és keskeny az út. Ellenben életbe vezet.
de ez az út vezet az életbe. A tükkeskeny út. Ezt kevesen látják meg. Ismeritek ezt az igét, az sokszor elhangzik, de ez mindig elgondolkodtató, ez a szürkeskeny út. Csak ez is az élete. Csak ez. Kedves testvéreim, Filippi 3:18-ra megyünk. Filippi levél 3. fejezet, 18. ige versét fogom felolvasni nektek, ami ezt mondja, 18-21-ig. Mert sokan járnak, kelnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva mondom, Krisztus keresztjének kínkarójának ellenségei. A széles úton járok. Ellenség. Mert azt már ördög vezéli. Istennek ellensége. Mindenféle ördögi tevékenység, meg a testi tevékenység is. Meg fogja ítélni a gondolatainkat is, a cselekedeteinket is, és a jó cselekedetek is, ha testbű vannak, az is átkot hoz. Tudod miért? Mert lázadásból csináltad. Én kitalálom, megyünk evangélizálni. Én kitalálom, tudod, hogy vigyünk neki ruhát. Mert az Úr cselekedetei. Az mind lázadás. Hiába jó cselekedet. Értsétek ezt jól. Olvasom tovább. Még egyszer, igen. 19-es éves. Akiknek végük pusztulás. Akik ezeket cselekszik, pusztulás. Miközben üdvösség ingyen van. Értitek? Ingyen van. De ezek sose fogják átadni. Pusztulás lesz. Nekik nem üdvösség, ha így maradnak. Akiknek Istenük a has, dicsőségük, gyalázatukban van, akiknek földieken jár az eszük. Minden földi dolog, kedves testvérek. Azon jártatod az agyadat. Pusztulás. Az mind a testből jön. Tudjátok, milyen jó, ha számtalanszor fölébredek reggel, vagy akár éjjel, vagy bármikor. Sokszor ébredek, az ige forog be. Mondom az igét közben, állom be, épp, hogy csak föl, és az igét mondom. És akkor már örülök. Akkor már örülök, mert az Úr ott munkál a szívbe. Nem a hónap mit kell megcselekedni, hát mit kell megcselekedni. Majd az Úr is úgy akarja, tegyük hozzá, legyünk a kevés, igaz? Akkor megcselekedjük. Szóval a földieken ne járattassad a te agyadat. Mert mi állampolgárságunk egekben van. Amen? Hát akkor meg mit tegyél itt a földre? Együtt ment vagy. Mit akarsz itt a föld? Ahonnan a megmentőt, üdvözítőt is várjuk, igaz, onnét fog jönni, nem a föld alatt. Az Úr Jézus Krisztust. 21-es ige vers. Aki átalakítja majd a gyarló testünket, ő átalakítja. Ha te teljes mértékben a szívedet adtad, hát hidd, hogy átalakítja. Bent van az igében is, amit én már elkezdtem, be fogom fejezni. Csak ne várd meg azt, míg az Úr megtöret, tehát az fájni fog, hogy az ige is mondja. A testi fájdalom megszabadít a bűnöktől. Ez fog következni a nyakas bármelyikük. Ezt én tudom, én megtapasztaltam. Az Úr mikor oda csapott nekem. Akkor ne félj, mindjárt volt térdel ugyanis. Ha akartad, ha nem. Pedig hányszor szólt az Úr, milyen hosszú tűrő volt hozzám. Akkor mondja, térdeljél, és akkor látod másodtér, jött az ördög, mit utánod a dőket, majd ezt mondom, oh, mentem hazafelé, olyan lelkismert furdalásom volt, mondom, uram, legközelebb, egyből térdelek, jött a legközelebb. Be az csukva a szemem, hallgatom a dicsőjét, és jön a Úr a szívemre, na térdelj, kinyitom a szememet, már itt is térdek, ott is,
oda előre kellene menni, hogy te mit mondanak a többiek, meg oda kimegy előre, lássa mindenki, hogy a Tonti biletét. Eljött, ez mind az ördög csináltam, de én nem mentem sehova. De halafelé már megint lelkismert furta a fácsot. Mondom, bocsáss meg, már megint nem cselekedtem meg, amit te mondtál. Mit érdekel engem ki, mit gondol, igaz? De hát az ördög ezt betolta. Jön a harmadik alkalom. Uram, megközelebb térdelni fogok. Már jön is a gondolat tőled, én már abban a pillanatban térdelek, uram. Ott vagyok a székek között, és akkor jön az is, és egyszer csak azt hiszem, hogy le volt tolva, már térdelek is. Nem is akartam. Mondom, uram, megoldottad. Megtört. Megtört. Ott a székek közben. Takár hova térdelni tudsz. Csak akkor nem akarsz, ha az ördög mondja. És így ilyen megterettetés, ez csak egy volt testvére, egy magunkban. Szóval a 21-es igeves. Aki átalakítja majd a gyarló testünket, az Úr, ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Van kell, hogy legyünk. Másképp a menny felejtsd el. Azzal a munkával, személlyel képes önmaga alárendelni, amellyel képes, bocsánat, amellyel képes önmaga alá rendelni mindenséget. Az Úr az egész mindenséget maga alá rendelt. A téged nem bír. Dehogy nem. Csak sokan megvárják, míg az Úr oda csap, de az fájdalmas lesz. Az fájdalmas lesz. Figyeljetek, kedves testvérem, ez volt a Filippi levél. Zsidó, 10. fejezet, 26-30, lerogja a dicsőség az Úrnak. Zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 26-tól, mint a szándékosan végkezünk a való igazság felismerésének elfogadása után, nem maradt több vétekért való véres áldozat. Tehát a véres áldozatot ugye tudjuk az Ó Testamentumban tévente elvégezték, egy bikát elkaptak, annak a nyakát elvágták, a vérét kiintették, és egy másik bikát is elkaptak, akire a bűneiket ráolvasták. És ez egy évig megtörtént. És ezt évente ezt csinálták a zsidók. És akkor így a bűn az nem tűnt el, mert a bűn továbbra is benne maradt. De egy évig meg volt a tisztító. És jött a következő év megint. Na mivel ez az első szövetség ez volt, ez nem hozott tökéletességet, igaz az ige is írja. Ezért helyébe állt a második szövetség, amit ezt Úr Jézus Krisztus örökre elvégezte helyett. Mert a mi bűneinket vitte föl, nem a magáét, ugye, ő bűnmentes volt. Szóval, 27-es igeves, hanem valami rettenetes ítéletnek várása, s a tűz hősége, amely megemészteli ellenszegődőt. Hát ez a pokol, a tűz hőség. Rettenetes várását várja az, aki megismerte az Urat, és ennek ellenére nem azon a utóhal. Komoly helyzet fog beállni azoknak a személyeknek az életében. Ha valaki megszegi, figyelj csak a Mózes törvényét, irgalom nélkül két vagy három tanúbizonyság szavára meg kell halnia. Na most Úr Jézus Krisztus milyen kegyelmes. Mindvégig irgalommal. De le van írva, azért van az irgalom, hogy ő mindenki megtérésre jusson. Ismerje föl még ő is, aki a nagyvilágba szaladgál, hogy meg kell térni, mert megyek a pokolba. Figyelj csak, 29-es igeves. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb a büntetést érdemel az, aki az Isten fiát lábbal tapossa? Mit gondoltok, az mennyivel külön büntetést érdemel? Hát sokkal nagyobbat, mint a Mózesi esetben. Sokkal nagyobb. És a büntetés meg fog történni, csak az Úr hosszú tűrő.
És ha látja, hogy nem, akkor figyelj, nem akarok annak a személynek a helyébe lenni, ami fog történni. Figyelj, dolgozom, még nincs vége az igénynek. Mennyivel súlyosabb büntetés érdemel az, aki az Isten fiát tapossa, és a szövetség vérét semmibe veszi. Ez az. Annak ellenére csak végzi a maga dolgát, levontolva Isten, majd... Jó. Ne képzelje azt, hogy kegyelem, mert fog kapni. Meg kell térnie. Semmibe veszi, amelyben meg lett szentelve. Már a mi szentelődésünk már megvan. Ezt vegye mindenki tudomásul. És akkor mi meg engedjük az ördögöt befelé, és megyünk szembe a Szentírással. Na most gondold el, mikor tudván tudja az ember, hát mit gondoltok, mi büntetés kap ő? Így fogalmaz Pál apostol. Kegyelem szellemét meggyalázza. Durván sérti. Így van leírva. Eredeti görögben. Figyeltek. 30-as éves. Mert ismerjük azt, aki ezt mondotta. Enyém a megtorlás, én megfizetek, és ismét megítéli az Úr népét. Lesz ítélet. Senki ne higgye azt a tanításokat, szeret az Úr, dő hátra, megyünk a mennybe. Csak mindezeket meg kell cselekedni nekünk, illetve ellenállni. Nem kell megcselekedni, ellenállni. Majd az Úr cselekszik a te szívedbe. Csak te állj ellene. Úgyhogy kedves testvéreim, nem lehet két lábba taposni az Urat. Nagy baj lesz ebből. Itt le van írva. Úgyhogy szabadulásra kell jutni. Ezt egy imádsággal befejezzük, és hát ebből még lesz egy vagy kettő tanítás, hogy mindent tudjatok, mi nem tetszik az Úrnak, és utána jön a kulcs tanítás. És rá fogtok jönni, milyen egyszerű kitartással legyetek. Senki nem merje megtenni, hogy az Urat két lábba tapossa. Bemented mindenhatoknak? Mert. Annak örülök. Akkor most egy imádsággal befejezzük. Drága jóságos mennyei atyám, mi valóban hálásak vagyunk, Uram, hogy te ilyen hosszú tőle vagy hozzánk. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk, hogy az igében le van írva, hogy te megnyitottad az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Drága jóságos mennyei atyám, kérlek téged, tudjuk azt, Uram, hogy a te hosszú tőlésed azért van, hogy mindenki megtérésre jusson. Drága mennyei atyám, kérlek, hogy te adjál bölcsességet mindazoknak, Uram, akik időnként eltérnek, széles útra mennek, Uram Istenem, és más szellemet vettek, kaptak, vagy egyéb más tanítást hallgattak meg, és ezáltal megint csak más szellemieket vettek, és úgy gondolják, hogy lehet bűnözni, minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. Egyik helyen leírja az ige, de mindjárt utána azt is írja, hogy ez nem szabad ütből benneteket arra, hogy bűnt kövessetek el. Mert két lábba tiporják Úr Jézus Krisztust, akik megismerték az igazságot, és mégis a széles úton járnak. Uram, kérlek, adj nekik bölcsességet, világosságot, Uram Istenem, kérlek, hogy te küldj köléjük különleges fölvédelő angyalokat, Uram, hogy ellene tudjanak állni, és hogy az igében is elhangzott, hogy ne szeressék az e világot, hiszen e világban van minden bűn fertő. Uram, kérlek, erre adj nekik bölcsességet, tiszta látás, hogy mindenki üdvösséget nyerhesse Jézus Krisztus nevébe. Amen.